Good evening. Join me. This is Drug Report Der News. Promise. Life. Drug Report Der News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Jó estét! Sárosi Péter vagyok, a Drog Reporter szerkesztője, és ez itt a Drog Reporter híradó, havi hírösszeállításunk a globális drogpolitika világából. Olaszország népszavazást tervez a kanabisz dekriminalizálására. Olaszországban jövőre népszavazást tartanak, miután aktivisták több mint 500 000 aláírás gyűjtöttek egy népszavazási kezdeményezés támogatására. A népszavazás tárgya a kanabisz fogyasztásával kapcsolatos bűncselekmények törlése a büntető törvénykönyvből, így például a személyes használat céljából történő termesztés sem minősülne bűncselekménynek. A népszavazás azonban nem jelent automatikus legalizációt, ugyanis nem születne új szabályozási modell a kanabisz nagybani termesztésére vagy kereskedelmére. Enyhébben ítélik meg a kábítószer fogyasztást Skóciában. Nem indítanak büntető eljárást azok ellen, akiket a jövőben az A osztályba tartozó kábítószerek, ide tartozik például a heroin és a kokain fogyasztásán kapnak. A rendőrség csupán figyelmeztetésben részesíti őket. Dorothy Bain, a skót kormány képviselője szerint a reformot az indokolja, hogy Skóciában az elmúlt években elharapózott a halálos túladagolások száma, és ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy a fogyasztók a büntető eljárástól való félelem miatt rejtőzködnek és nem jutnak segítséghez. A konzervatív kritikusok szerint ezzel Skóciában dekriminalizálták a halálos kábítószereket. Dorothy Bain szerint azonban nem történt valódi dekriminalizáció, az egyes eseteket egyenként fogják a hatóságok megítélni. The scheme does not extend to drug supply offences. Robust prosecutorial action will continue to be taken in relation to the supply of controlled drugs. 2020-ban Skóciában 1339-en hunytak el drogtúladagolásban, ez minden eddigi negatív rekordot megdöntött. A skót kormány egyik fontos feladatának nyilvánította a trend megfordítását. Az USA képviselőháza megszüntette a crack és a por-kokain büntetési tételei közötti különbséget. A kongresszus nagy többséggel szavazta meg azt a törvénymódosítást, ami eltörölte a crack, a kokain szabadbázisos formája és a por formájú kokain birtoklása és átadása között a büntetési tételekben fennálló különbséget, ami az afroamerikaiak aránytalan bebörtönzéséhez vezetett. A cracket ugyanis a szegényebbek, míg a port kokaint a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A törvényjavaslat most a szenátus elé fog kerülni, a támogatói szerint nagy esélye van arra, hogy átmenjen. A crack és a por-kokain büntetési tételek közötti különbségeket még az 1980-as években vezették be a drogellenes háború fénykorában. In response to a nation in panic, we passed on a bipartisan basis a law that imposed a 100-to-1 sentencing disparity between crack cocaine and powder cocaine offenses, the Anti-Drug Abuse Act of 1986. To this date, it is one of the worst votes I ever cast. Zürich rekreációs kanabisz kísérletekbe kezd. Svájc legnagyobb városa, Zürich jövőre engedélyezni fogja, hogy a helyi polgárok egy kísérleti program részeként legálisan vásárolhassanak kanabiszt gyógyszertárakban és kanabisz szociális klubokban. A 3,5 éves projekt egy tavaly elfogadott törvényen alapul, ami lehetővé teszi, hogy a svájci városok saját hatáskörben kísérletezzenek a kanabisz szabályozásával. A kísérlet során azt tanulmányozzák, milyen hatással jár a legális szabályozás a piacra és az emberek fogyasztási szokásaira. A Zürich-Can nevű projekt 2022 őszén indul, és előre láthatólag 2 évig fog tartani. A résztvevők különféle THC és CBD koncentrátumú termékeket vásárolhatnak majd, amelyeket a szövetségi egészségügyi hivatal engedélyével rendelkező forgalmazók árosíthatnak nekik. A tinédzserek körében nem nőtt a kanabisz fogyasztás a legalizáció után az USA-ban. Dr. Nora Volkov, a Nemzeti Drogabúzus Intézet, a NIDA igazgatója és az egyik legismertebb drogepidemiológiai kutató a világon, kijelentette, hogy a kanabisz fogyasztása nem nőtt jelentősen a legalizáció után. Volkov ezt abban az új podcastben tette meg, amelyet Ethan Nadelman aktivista indított, Psychoactive címen idén. Arra számítottam, hogy a fűfogyasztás nőni fog a tinik körében a legalizáció után, de nem ez történt, jelentette ki Volkov. A kanabisz rekreációs fogyasztása jelenleg 18 államban számít legálisnak, míg gyógyászati használatát 36 állam engedélyezte az USA-ban. Ezek voltak a Drog Reporter híradó e-havi hírei.
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ne feledjétek, a Drug Reporter egy civil kezdeményezés, amit nem támogat az állam. Ha szeretnél még hasonló videókat látni tőlünk, akkor kérünk, te is légy a Drug Reporter támogató tagja, látogass el a drugreporter.hu oldalra. Sziasztok! Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop, making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug and Report Their News. Today,